A Szuhoj által gyártott Super Jazz 100-as nevének megváltoztatását javasolta Szergej Csemezov, a Rostec vezérigazgatója. Az orosz állami koncern vezetője szerint, idézem, valódi orosz nevet kell adni az utasszállítónak. A névváltoztatás előzménye, hogy két gép is súlyos balesetet szenvedett. Az egyik májusban gyulladt ki a Moszkva melletti Seremetyevon, a másik a szibériai Jakutszkban túlfutott a pályán. A Superjetet augusztusig már csak egyetlen külföldi cég, egy mexikói légitársaság használta, de azóta ők is törölték a flottájukból. Tekintélye visszaszerzése érdekében egyébként a Boeing is névváltoztatást fontolgat azok után, hogy a 737 Max-re keresztelt gépei közül műszaki hiba miatt kettő is lezuhant. Az indonéz és etióp járatok katasztrófáját senki sem élte túl.